Sikeresen zárult az egy cipős doboznyi szeretet elnevezésű karácsonyi ajándékgyűjtő akciója a Babits Mihály Művelődési Központnak. Ez a 8. éve, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ elindította az egy cipős doboznyi szeretet című jótékonysági akcióját így karácsony előtt, és nagy örömünkre évről évre egyre növekvő számban érkeznek az ajándékok. Ezt a programot partnereinkkel együtt a Humán Szolgáltató Központtal és Szekszárd megyei jogváros önkormányzatával együtt végezzük. Mi meghirdetjük az akciót a város intézményeinek, szervezeteinek, magánszemélyeknek, akik ide is szállítják hozzánk a csomagokat. A csomagokat a Humán Szolgáltató Központ által párfogott gyerekek és családjaik kapják meg. Most rendszerezzük a csomagokat, az szerint, hogy ugye hány éves fiú, lány, és utána a kollégák, akikkel kapcsolatba állnak, ők kiválasztják, és holnap reggel 8 órától lehet jönni már a csomagokért, aki nem tud jönni, azoknak pedig mi szállítjuk ki ezeket a csomagokat, úgyhogy igyekszünk, hogy csütörtök, péntek ez mindenféleképpen megtörténjen, tehát, hogy a karácsonyfa alatt ezek már ott lehessenek. Egy-egy dobozban sok minden elfér, így a szereteten kívül rengeteg ajándék, így került bele többek között játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára. Rekordszámú csomag érkezett, 715 darab, és a csomagokat elnézve nagyon igényesen vannak elkészítve, és konkrétan meg vannak írva, hogy fiúnak, lánynak és milyen korosztályú gyereknek szánta az adakozó. Bízunk benne, hogy amilyen a külső, a beltartalom is olyan lesz. A Humán Szolgáltató Központ vezetője átvette a csomagokat, és még 23-a előtt a megfelelő helyre a rászorulóknak el fogják juttatni. Köszönjük szépen a szekszárdi embereknek az adakozást. A szervezők bíznak benne, hogy ezzel az összefogással rengeteg kisgyermek számára sikerül megszépíteni az idei karácsonyt. Én azt gondolom, hogy látható, hogy a város lakossága és az emberek továbbra is jószívűek. Minden ellenkező híresztelés ellenére igenis nagyon nagy a szívünk az adományozásra. Számos iskola, számos olyan civil szervezet is jelentkezett, amely önmagában is tartatna ilyen akciót, de szívesen csatlakoznak hozzánk, és ez tényleg egy valódi összefogás eredménye évről évre. Sokszor elmondjuk ezt sok helyen, de ez tökéletes leképeződése, tökéletes példája annak, hogy az emberek még mindig nem veszítették el a hitüket abban, hogy a másokon segítünk, azáltal a mi lelkünk is szebb lesz. Én ezekkel a gondolatokkal szeretnék nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánni mindenkinek, és maradjon meg ez a jó szívünk, maradjon meg ez a jótékony adományozási kedvünk a jövőre is, hiszen sajnos mindig lesznek rászorulók. Ha az ő karácsonyuk is, az ő ünnepeik is ezáltal egy kicsit szebbek lesznek, akkor már megérte, hogy ez az összefogás évről évre létrejön.